Megállított egy autós, vagy hát pontosabban megállt mellettem, viszont leparkolni készült a, a lakásához, itt nagyjából egy utcára, ahol én lakok, és megkérdezte tőlem, gondolom látta, hogy Fradi vagyok, hogy hogy vagyok. Én mire tudtam volna neki válaszolni, addigra ő már tovább is folytatta azzal, hogy átképzeljem el, hogy ő kurva szarul van, és már többször sírt az autóba, mire egyáltalán haza tudott térni. Úgyhogy hát ilyen a labdarúgás ugye a mélységek is magasságok, és sorli szurkolóként most a mélységeket kell, hogy megéljük. De hát egyszer majd túl leszünk ezen is. De most tisztázzuk ezt a tényt, igen, kikapott a Ferencváros egy fél amatőr ferőeri bajnoktól, amely jobban játszott a Grupa Marénában, mint a mi csapatunk. Ez van. És lehet keresni az okokat. Én is fogok most egy párat mondani, hogy szerintem igazából miért, de nyilván nem nekem kell ezt majd megfejteni. Amit én láttam a mérkőzésen, az, hogy kilátástalan játék volt, és ez elsősorban Csertyoszovnak a felelőssége. Szurkoló társammal, akivel néztem a mérkőzést, végigbeszéltük már az első perctől kezdve, hogy mit kellene máshogy csinálni. Végtelenül gyáva játék volt, enyhén fogalmazzak amit láttunk itt a magyar csapattól. nem szeretnék nagyon belemenni itt a játék elemzésébe, mert ahogy mondtam, ott a helyszínen megtettük, de azért, hogy kiemeljek itt néhány játékos negatív értelemben, én Csivicsöt nem, nem szeretném többször Fradémezben a pályán látni, szerintem botrány volt az a teljesítmény, ami tőletett az asztalra. Hasonlóan gyenge teljesítménye volt egyébként Knoszternek, vagy Golyáknak. Barátot különösebben nem akarom most bántani, de ő is gyenge volt, magyar játékos ezért vele szemben nagyobb a türelem, de, de akkor is pályán ez elfogadhatatlan volt, ami történt. És egyébként arra nem beszéltem még, de Chargers kapcsán korábban is volt probléma itt az edzőtáborban. Én úgy tudom, hogy azért a játékosok bőven a fejére tudtak nőni. Tehát nem csak a Májéval volt itt probléma, hanem jó néhány játékossal nem találta meg egyébként a közös hangot, de erről úgy voltam, hogy nem beszélek, hogyha lesznek sikerek, akkor nem szeretnék csak úgy hangulatot kelteni, de most így, hogy ez így történt, szerintem hozzátartozik a teljes igazsághoz ezt is elmondani. Egyébként, ami kifejezetten fájó még itt a mérkőzés kapcsán, hogy milyen kommunikáció volt a klubtól. Ugye lenyilatkozták, vagy hát nem lenyilatkozták, hanem kiraktak egy posztot ezzel kapcsolatban, hogy itt már a továbbítás, a svéd bajnok vár minket, és hasonlók. Ez nagyon nem tett jót, és egyébként így a társak közt én kritikával is illettem ezt a posztot. Számomra abszolút nem szimpatikus, tehát ilyet nem, ilyet nem lehet megtenni. És amellett, hogy szobnak vállalni kell a felelősséget, és azért ugye távozott is, szerintem aki ezt a posztot kirakta a fradi médiában, annak is, ha nem is azt mondom, hogy eltávolítani kell, vagy kirúgni kell, de bizonyos fajta felelősséget vállalni kell, mert ez ilyen nem történhet. Az orosz edző ugye emérkőzés után távozott, a helyét pedig jelenleg ideiglenesen Máté Csaba veszi át. Az, hogy ki lesz az új edző szerintem nem lehet tudni, ugye szerintem senki nem számolt azzal, hogy ez az első mérkőzés így alakul. Ezért nincsenek is még így hirtelen nevek, úgyhogy egyenlőre szerintem arra számíthatunk, hogy a más végzi el majd ezeket a feladatokat. Én megmondom őszintén olyan nagyon rossz dolgot ebből a szezonból már nem lehet kihozni, szerint az elején el lett rontva, szóval maximum egy közepesre lehet menteni ezt a szezont, úgyhogy ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy akár még egy magyar edzőt is meg lehet próbálni, meglátjuk, hogy gondolkodik-e ebben a klubvezetés, azt gondolom erre az egy évre igazából újra bajnoknak kell lenni, meg kell lenni, és a nemzetköziből azt kihozni, amit lehet, nem tudom. Én személy szerint, hogyha egy kicsit erről is beszélhetek, az agressziótól, a csalódottságon át, a mindent megéltem ezen a tegnapi mérkőzésen. Szóval nem volt egy jó élmény, de a az ugye, ahogy mondtam, ez is hozzá tartozik. Túl kell ezzel lendülni, és fel kell állni, megmutatni újra, hogy miért mi vagyunk a Ferencváros, és azt hiszem, hogy meg is fogjuk. Úgyhogy legyen szebb a folytatás. Sziasztok!